Sziasztok! A mozaik fizika 8. osztályos anyaggal haladunk tovább. Ez a második fejezetnek az első leckéje lesz, az elektromos ellenállás ohmtörvénnyel fogunk foglalkozni. Azon belül is a számíts ki példákat fogjuk megoldani. Tehát akinek valami elmaradása van, az először is nyissa ki a tankönyvet, olvassa el ezt az első fejezetet, nem túl bonyolult dolog, és akkor utána közösen tudunk példákat megoldani. Az a tapasztalat, hogy általában a példa megoldás szokott nehezebben menni, viszont sokszor a számon kérdése éppenséggel a példák is elég hangsúlyosak, sokszor előfordulnak. Na nézzük is akkor ugye ezt az első példát, tehát itt egy 42 volt feszültségű áramforrásra különböző fogyasztókat kapcsolunk. Miért áramerősségek föl vannak sorolva, és az a kérdés, hogy mekkora a fogyasztók ellenállása. Tehát akkor ugye itt a fejezet az az ohm-törvény. Ohm-törvény. Itt mindenféle állathangokat lehet a háttérben hallani, ugyanis éppen vidéken vagyok, és ülök egy diófa alatt, és egy szemtelefonról rögzítek nektek ilyen oktató videókat. Így hát ez előfordulhat. Velük nincs megbeszélve, hogy ne zajoljanak. Miről is szól az ohm-törvény? Ugye az ohm-törvény az a fogyasztóknak azt a tulajdonságát írja le, vagy jellemzi, hogyha a fogyasztóknak a kivezetéseire feszültséget kapcsolunk, egy áramforrást kapcsolunk, akkor az milyen mértékben akadályozza a töltéshordozók, mondjuk a szabad elektronok áramlását. És az a tapasztalat, hogyha kétszer akkora feszültséget kapcsolunk egy fogyasztóra, akkor kétszer akkora áramerősség folyik rajta. Hogyha háromszor akkorát, akkor háromszor akkora. Ha most, hogyha két mennyiség egymással egyenesen arányos, mint ugye a feszültség és az áramerősség, akkor a hányadosuk az állandó. Az ohm-törvény ez matematikai alakban így írható föl, tehát a fogyasztóknak a kivezetéseire kapcsolt feszültség és a rajtuk ennek a feszültség hatására átfolyó áramerősségnek a hányadosát fejezi ki. És annak a fogyasztónak egy tulajdonságát jellemzi, ugye az elektromos ellenállását. Tehát ez képlettel leírva a fogyasztó elektromos ellenállása, a kivezetéseire kapcsolt feszültség és ennek hatására a rajta átfolyó áramerősségnek a hányadosa. Ezt nevezik ohm-törvénynek. Ezt az egyszerű összefüggést azt fogjuk használni itt a példamegoldás során. Tehát esetünkben, itt az összes esetben a feszültségünk az ugyanakkora 42 volt. És hogyha több értéket adnak meg, akkor célszerű táblázatot készíteni. Ugye ez az egyes számíts ki példa. Tehát az I áramerősséget felsoroljuk, és mellé kiszámítjuk ezeket az ellenállásokat, amiket keresünk. Úgy fogjuk megoldani, hogy itt mindent amperben fogunk beírni, majd lesz köztük egy olyan érték, ami nem amperben, hanem ennek egy SI prefixummal ellátott mennyiségben van megadva, tehát nem amperben, hanem milliamperben adják meg. Arról majd külön fogunk beszélni. Oké, és akkor az a kérdés, hogy mekkora ezeknek a fogyasztóknak az ellenállása. Az ellenállás mértékegysége az ohm, egy ohm az 1 volt per 1 amper mennyiséggel egyenlő. Tehát akkor 0,5, 1,4, 700 milliamper, ugye a 700 milliamper, ezt most ide külön felírom, a 700 milliamper az amperben, ugye a milli az 10 a mínusz harmadikon szorzót jelent, tehát azt jelenti, hogy oszd el 1000-rel, az 7 ampernek felel meg. Ugye miért szükségesek ezek a kiló, milli, mikro, nano, mega, giga és hasonló SI prefixumok? Ugye azért fontosak, mert a olyan mennyiségekkel szeretnénk dolgozni, amik emberi léptékűek, tehát mondjuk 1 és 100 közé esnek, vagy 1 és 1000 közé esnek. Az SI prefixumoknak van egy olyan szerepe is, hogy
jobban el tudjuk képzelni azokat a mennyiségeket. Tehát mondjuk a, most mondok valamit, a 75 ezer méterre lévő településnél sokkal kifejezőbb az, hogyha azt mondjuk, hogy 75 kilométerre van, azt jobban el tudjuk képzelni. Másik szerepe ugye az, hogy könnyebb a számításokat elvégezni abban az esetben, hogyha esti prefixumokat is használunk. Tehát mondjuk egy 75 kilométerre lévő települést egy 75 km per órával haladó autó az egy óra alatt fogja megtenni. Ugye nagyon könnyű volt az osztást elvégezni, nem kellett átszámolnunk méterbe. Ebben az esetben viszont átszámoljuk amperbe ezt a mennyiséget, azért, hogy rögtön ohmban kapjuk meg a mennyiséget. A következő az itt 8 tized amper, ugye ezt akár írhatták volna ide azt is, hogy 800 milliamper, és 2,1 tized amper az utolsó. Ugye és az a feladatunk, hogy elvégezzük azt az osztást, hogy a 42 voltot leosztjuk ezekkel az értékekkel, és amit kaptunk ide beírjuk, mivel ez voltban, mivel ez amperben van, az eredmény az biztos, hogy ohmban lesz. Hát itt ezek viszonylag jól elvégezhetőek fejben is, de hogyha lesz esetleg köztük olyan, ami nem, azt majd külön kiszámoljuk. Tehát a 42 voltot, hogyha 0,5-del elosztjuk, az ugye olyan, mint a kettővel be kéne szorozni, tehát ez 84 ohm. 1,4, ugye a 14-nek a háromszorosa az a 42, tehát akkor ez itt 30 ohm. Ti persze nyugodtan elvégezhetitek zsebszámológéppel is ezeket az osztásokat. 42 osztva 7-tel az 6, de hogyha 7 tizeddel osztunk, akkor az 60. Vagy azt is lehet mondani, hogy 1,4-gyel osztottunk, 30-at kaptunk, ha a felével osztunk, kétszer ennyit fogunk kapni. Ugye a 2,1-gyel osztani a 42-t, az megint könnyű, az ugye 20 ohm lesz, és hát 0,8-gyel osztani a 42-t, ehhez esetleg elő lehet venni egy számológépet, hogy olyat is csináljunk. Tehát 42-t kell leosztani. 42, enter, és 0,8-al kell osztani. Az 52,5. Ezt tudom, sokaknak furcsa volt, ez egy úgynevezett fordított lengyel logikát használó zsebszámológép. Ha valakit érdekel, majd írjátok be a komment szekcióba, és akkor nagyon szívesen tartok róla egy videót, hogy hogyan is működnek ezek a fajta számológépek. Oké, ezzel az egyes példát le is tudtuk. A kettes példa, mekkora az áramforrás feszültsége, ha a rákapcsolt 120 ohm ellenállású fogyasztón 0,5 amper erősségű áram halad át. Tehát itt van egy fogyasztónk, amire rákapcsoltunk egy áramforrás, tehát 120 ohm, ezt keressük, hogy mekkora ennek az áramforrásnak a feszültsége. A 120 ohmos fogyasztónkon 0,5 amper erősségű áramot mérünk. Ugye ebben az esetben is az ohm törvényt erre egyenlő U pedig fogjuk használni, csak abban az alakban, hogy ebből a feszültséget kell kifejezni, tehát az a ellenállás, elektromos ellenállás és az áramerősség szorzata, tehát U egyenlő R/I alakra alakítjuk át, és hogyha behelyettesítünk, ugye 120 ohm van beszorozva 0,5 amperrel, ez 60 volt. Tehát az áramforrásunk feszültsége az 60 volt. Rendben, akkor menjünk tovább, jöhet a harmadik példa. Most lehet úgy csináljuk, hogy én ezt tologatom. Ez egy nagy lap itt egyébként, csak nem látszik, de most már látszik. Én de alatta tudom folytatni. Márha nem rontom el, ugye? Tehát jött a harmadik példa.
10 kOhm ellenállású fogyasztón 30 milliamperes áram halad át, mekkora a kivezetései mérhető feszültség, ez ugyanez a példa. Ebben viszont van egy érdekesség, amit mindjárt megnézünk, tehát itt is azt keresjük, hogy mekkora feszültséget mérhetünk ezen a kivezetésen. Van egy 10 kOhm, erre egyenlő 10 kOhm ellenállású fogyasztó, és ezen 30 milliamperes áram folyik keresztül, 30 milliamper. Na most, hogyha ezt ugyanígy oldjuk meg, mint itt, akkor ugye gondolhatunk arra, hogy ezek itt SI prefixumokkal vannak ellátva, és ahhoz, hogy elvégezhessük a szorzást, ezt itt ohmba, ohmmá, ezt pedig amperré alakítom át, és úgy fogom majd elvégezni a szorzást. Nézzük meg ezt a változatot, tehát ez lesz a 3A. Tehát a 10 kOhmból csinálok 10. A kiló az ugye azt jelenti, hogy 1000, és ez itt most már ohm, és ez van beszorozva 30 milliamperrel, ugye a milliamper az azt jelenti, hogy az ezred rész, tehát ezt be kell szorozni 0,03 amperrel. És hogyha elvégezzük a szorzást, tehát ezt 10.000-re be kell szorozni, az 1, 2, 3 és 4, tehát ez 300 volt. Tehát egy 300 voltos feszültségforrása van kötve ez a fogyasztó. Na most ezt úgy is meg lehetett volna csinálni, hogy tudjuk, hogy a prefixumok mit jelentenek. Tehát ugyanonnan indulunk, és azt mondjuk, hogy ez itt 10 kOhm van beszorozva 30 milliamperrel. Ugye egy fizikai mennyiségekkel úgy számolunk, hogy sőt, akkor kezdjük úgy, hogy egy fizikai mennyiség az egy mértékegységből és egy mérőszámból áll. Most ez a mértékegység, ez tartalmazhat prefixumokat is. Ezek módosítják ennek a számnak az értékét, tehát a mérőszámnak az értékét. Úgy kell őket elképzelni, mint olyan szorzótényezők, amik 10-nek 3-mal osztható hatványai, tehát vagy az 1000-szerese, vagy a mint a kiló, vagy a milliószorosa, vagy a 10 a 9-en szerese, vagy pedig az ezred része, az egymilliomod része, és így tovább. Mivel tudjuk a kilóról azt, hogy ez azt jelenti, hogy 1000-rel szoroz be, tehát szor 10 a harmadikon, a milliről meg tudjuk azt, hogy szoroz be 10 a mínusz harmadikonnal, tehát egy kiló szor 1 milli, az pont 1-et fog adni, tehát ennek a kettőnek a szorzata az 1 lesz. Hoppá. Tehát ez itt 1. Akkor egy kicsit föntem megyünk. Tehát ez itt egyenlő 1-jel. És akkor azt kell elvégeznünk, hogy a tized be kell szorozni a 30-szal, tehát ez 300. A kiló szorozva a millivel az 1, az ohm szorozva az amperrel az pedig volt. Tehát ez így 300 voltos feszültséget jelent. Oké, tehát remélem, hogy világos volt az, hogy ezek a SI prefixumokkal mit is lehet csinálni. Oké, akkor most jöjjön a négyes példa. A negyedik példa az arról szól, hogy mekkora az áramerősség, hogyha egy 180 ohm ellenállású fogyasztón 90 volt feszültségű áramforrásra kapcsoljuk. No, tehát akkor ez most ugye ilyen még nem volt, tehát az ohm törvényben most nem látszik a képernyőn, tehát még egyszer fölírom, erre egyenlő U per I, és itt most az áramerősséget kérdezik tőlünk, tehát az I áramerősséget kell ebből a képletből kifejezni, az U per R egyenlő. És mi az, amit ismerünk? Ugye egy 90 volt feszültségű áramforrásra kapcsoljuk ezt a fogyasztót, aminek az ellenállása a 180 ohm. Tehát az áramerősségünk az U per R,
Én szeretek behelyettesíteni, javaslom mindenkinek, hogy szeressen behelyettesíteni. Tehát a 90 voltot le kell osztani a 180 ohmmal. Ugye az ohm az volt per amper. Tehát az eredményünk az majd amperben fog keletkezni, vagy előállni, és ez 0,5 amper. Vagy ha valaki szeretne egy olyan számot, ami jobban kézzel fogható, ez ugye 500 milliamper. Rendben. Akkor... Hopp, ezt nem akartam. Sikerült kitörölnem. Ne, megvan. Oké. Okay. Azt akartam, hogy az egész képernyőt lássuk, de meg is vagyunk. Jó, hát az ötödik példa, ez az utolsó itt a számíts kik között. Mondjuk akkor ennek itt csináljunk egy kis helyet. Itt a lap tetejére. Tehát az ötödik példa. 230 voltos hálózati áramforrása 200 ohmos fogyasztót kapcsolunk, mekkora a rajta átfolyó áram erőssége, ugyanaz a példánk, mint az imént, tehát van egy ohm törvényünk, R egyenlő O per I, és ebből kell kifejezni az áramerősséget, ez az O per R-rel egyenlő, esetünkben a feszültségünk az 230 volt, az ellenállásunk az 200 ohm, és az a kérdés, hogy mekkora ez az áramerősség. Ezt akkor számítsuk ki gyorsan. Tehát U per R. Helyettesítsünk be. 230 voltot kell leosztani. 200 ohm, ami ugye volt per amper, és akkor az eredményünk az amperben fogjuk megkapni. Itt én előveszek egy számológépet, ami talán fölösleges, de most én ezzel akarom. Tehát 230-at kell 200-zal elosztani. Az eredmény 1,15 század. Tehát 1,15 század amper. Rendben, akkor ezzel készen is vagyunk. Viszont benne, hogy mindenkinek hasznos volt, és ez alapján tudtok majd példákat megoldani, akár saját magatok is. És hát várok mindenkit a következő fejezetben, ami a vezetékek elektromos ellenállása lesz. Köszönöm szépen, sziasztok!